lefényképezni ezt. A másik mondjuk azt, hogy szóval... jogunk van hozzá. Nem arról van szó. Én sem tudok mindent, hogy mihez van jogom. Aha. Hogy van-e jogom megengedni, hogy lefényképezzék, megmutatni minden esetben. Jó, akkor megnézzük, jó? És akkor... De különben, amikor lezárták a területet, akkor is megengedték, hogy lefotózzuk a papírt. Én nem merek ebbe belemenni. Hogyha gondolják, akkor... Szuper, nagyon jó. Engem csak ez az utolsó, hogy érdekelt benne. Ez meddig érvényes? Nem, dolgom, nem vagyok egy kioktatott ezzel kapcsolatban. Letöltjük a rendőrség honlapját, mert jelentség. A készenléti rendőrség, ugye a készenléti rendőrség parancsolatot tehát az ő honlapjáról lehet. Igazából amire itt hivatkozik, ez a 61 április 8-án aláírt diplomáciai kapcsolatokról bécsi nemzetközi szerződés. Szóló 65. évi 22-es törvényerői rendelet kötelezettség teljesítéséről van itt szó, és ugye ennek ezen belül van ez az elrendelt személyis létesítmény biztonsági intézkedés. Nem azt jelenti, hogy nem mehetnek át az utcán, azt jelenti, hogy mindenkit át kell vizsgálni. Így van. Igen. Így van. Na most akkor az a kérésem, hogy ez alapján a táskájukat Egyenként. Legyél te az első. Jól már itt álltál, akkor legyél te az első. Te vagy az első behatoló. Dehogyis, nem tudjuk. Ezt egyébként a Tolnai alezredessel 10. augusztus 13-án is nagyon szívesen megtettük volna, sőt ezt kértük tőle, hogy az intézmény, ugye akkor egy másik intézkedés volt érvény, mert ugyanezzel a szöveggel. Akkor egy másik intézkedés. De ugyanezzel a szöveggel. Nem volt a különbség. Nem látom a különbséget. Én akkor nem. Jó, tehát ugye akkor ugyanezt kértük. Itt ilyenek vannak, ja, még nem egy... Van, tessék egész, ezt nyugodtan pénztárca, telefon és itt is hát, telefon. Az nem működik, az le van varva, mert elromlott a cipzárja. Itt ennek romlott el, csak átcseréltem a kocsit, mert a kocsi volt rossz, és hát itt leragasztottam, meg levartam. Nincs. Jövök én, és kicsit több ide lesz. Hát... De nyugodtan, egész nyugodtan. Ezt ha megtetszik, tessék inkább még én, Anna, én nyisom ki. Hát a tartalék szemüvegem, amivel. Ja, akkor azt én is kinyitom. Köszönöm. Jó. Azt is kérem szépen az összes tiblat. Köszönöm. Ezek meg kulcs. Kulcs. Köszönöm. Ott is egy kulcs. Rendben. És akkor itt egy kis cigi és taknyosabb keveréke, meg fogsaját. Bocsánat, de nem szoktam szállni. Ez már majd. Bocsánat, nekem itt van egy napszakcsi. Fogja, betotolakodok ezzel, jó? Akkor egy rendes szemüveg. Köszönöm. Igen, és akkor ezt kiveszem le, és akkor ez tele van. Nyugodtan nyúljon bele. Én nem, inkább ja, itt ilyen. Azt a kendőt, hogyha ja, ez szator, szator, kulcs, jó. Kaja, egyébként. Más cizár nincs, ugye? Itt van egy, igen. Igen. Az üres műanyag. Hát itt ilyen tükör, telefon, krém, toll, kulcs. Felfújatos kellékvezet, nem? Én? Krisztike? Egy kérdésem azért még lenne, emberek vagyunk is. Meg kell kérdeznünk, hogy a... Köszönöm a pénztárcát, ha megengedi. Hogy meddig érvezhetik, meddig gyakorolhatjuk a vendégszeretetünket? Nem sok, hogy fölmegyünk az autóhoz, és utána mi megyünk, majd legfeljebb egy másik napon újból visszajövünk, hogy nem foglalták vissza az idegenek tőlünk a területet. Rendben, köszönöm. De egyébként nem szeretnénk mi itt. A világon se szeretnénk a... Gyönyörű a kilátás, értjük a helyszínt, megértettük. Az az egy kérdés, hogy... Kifele lehet, kifele te is bármilyen szatóra lehet. Én nem szeretném visszatárni magam. Persze, ki lesz akarva az ön arca? Nem szeretném visszatárni magam. Egyébként tökéletesen jól végzi a munkáját, tehát én azt gondolom, hogy inkább büszke legyen erre, hogy... Sugi, minden nap akartál, akkor? Még egy cizel, hogyha megtesszük. Ja, persze. Csipkés bugyi. Hát a váltás, hogyha mindenki tudja, hogy a váltásra. Jó, tehát mi nyilván meg tudjuk ígérni a média képviselő nevében, hogy a arca ki lesz takarva, hogyha bármelyik felvételen rajta lesz. A hangot az sajnos nem tudjuk, de az arca mindenképpen. De a hang tökéletes. Tökéletes is. És köszönjük szépen a munkáját. Ennek így kell történni. Értjük a bécsi engedményt, fel is fogjuk.
tudjuk is. Amikor ez bármire hivatkoz, a korlátoznak egy magyar embernek a szabadságát, és azt nem is tűrjük el. És most meg is bizonyosodott, hogy ez így működik. És ez már a rendőrségnek nagy szerepe van. Már a legelső alkalom, amikor itt voltunk, sajnos nem tudom a nevét, egy főhadnagy úr, aki szintén akkor még nem volt területzárás folyamatban, szintén a második kerülettől, ő ezt ügyesen végigjárta. Majd ugye aznap hoztak egy területzárási intézkedést, amit a Tolnai úr egy kicsit félreértelmezett, de az a jó, hogy ezt sikerült elrendeznünk, tehát nem történt lövöldözés, nem bántottuk egymást, és innentől kezdve. Ez az, pontosan. Ugyanez a cél. Köszönjük. Viszontlátásra. Laci, mosolyog már. Hello! Elmenés? Kérdezik, gyerekek, ne is próbálkozzatok! Ez a Magyarország, tehát ez nem az, amire gondoltatok. Itt lesz, szerintem van benne úgy jobb. Tehát mondom, ez Magyarország. Nézzél már, baszki, a hozzád beszélek. Tehát mondom, ez Magyarország. Ez miért engem nézel? Hát nem ez mindenkit néz. Előre is, hátul is van szeme. Hát mindenkit nézel. Ez csodálatos. Hát ez egyszerűen fel vagyok dobva. Tehát tőlem Ugye mi gurulj, próbálnánk így, és gurulnánk lefele. Ajaj, kékestetőnek bejött a habon, és segedj gyorsan lefele. Látásra. Viszontlátásra. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Viszontlátásra, minden jót.